Sziasztok! Sok szeretettel jelentkezek nálatok, vagy jelentkezek a mai napon, december 17-én egy nagy kirakással, a cigány kártyákkal, szerelmi kirakás, hogy mi a helyzet. Most a héten persze két portál kapunk volt, 14-én és 15-én. 14-én volt szintén egy új hold, és ezek nagyon-nagyon magas energiák, és hogy mi volt a kihatása erre a párkapcsolatodra a mai napig. Mielőtt persze a kártyát keverni fogom, megkérlek, hogy hunyd be a szemed, és küldd el gondolatban, amit tudni szeretnél. A lényeg az, hogy látogatásra vágytok, az egyik vagy a másik, találkára, randira. Itt vagy, te várod az új kezdetet, a szerencse itt van. Kicsit féltékeny is vagy, de várod a váratlan örömet. A szerencse most egy kicsit úgy látom, hogy ellenséges itt veled, valamit el kell, hogy engedjél, hogy a szerencse az életedbe jöjjön. Úgy látom, a hiányérzést kell, hogy elenged, és akkor rögtön kapsz üzenetet a lélektársattól. Minden egyensúlyba jön, ez a betegség is, ami azt illeti, egyensúlyba fog jönni közöttetek. Engedd el a hiányérzést. Engedd el az ellenséget. Engedd el a féltékenységet. Nagyon köszönöm a sok pozitív bejelzést, mint ahogy látod, ez stabil, azt jelenti, az állandóság itt van, ez meg is fog maradni, ez a kapcsolat, ebből lesz valami, nézzük meg, mit mondanak a kártyák, ez lehet, hogy te rád vonatkozik, de nem biztos, mert most már nagyon sokan követtek, és ez egy általános jelzés. Vedd ki ebből a kirakásból azt, amivel rezonálsz, ami neked bejön, amit el tudsz, be tudsz fogadni. Ez a kollektív energia most azoknak, aki a csatornámat követi, aki megtalálja a videómat, annak ez kollektív energia, és lehet, hogy pont neked üzenetet ad. Most erre jön. További napokra. Itt a zöld szívecske, a 17. kapu, iratkozzatok fel a csatornámra, és részt vesztek ezen a kisorsláson. Lehet, hogy nem minden nap készítem, de ha videót csinálok, megemlítem, és húzok nektek, van itt még sok szívecske benne. Itt vagy te, itt vagy, nagyon jól érzed magadat, mint ahogy látod. Itt vagy a közepedben, megtaláltad a közepedet, hivatalosan tudod, hogy te vagy a lélektársnő, csak ez kell, ezt a veszteség érzés kell, hogy elveszítsd a gondolatban, ez nagyon fontos. Tudat alattidban pedig úgy látom, hogy a váratlan örömet várod, hogy valami új jöjjön, de itt van még egy kicsit a féltékenység, vagy te őtet figyeled, vagy gondolsz rá, és ez a figyelés, meg a rágondolás, meg a féltékenység, ez nem olyan jó jellem, ez kell, hogy elengedjed. Úgy látom, hogy az új kezdet itt van a tudat alattidban, de még vannak ilyen negatív, ellenséges gondolataid is, és ez nem olyan jó hatással van erre az egészre. Ha pozitívan gondolkodsz, az pozitív érzés fog kiváltani, és pozitív irányba fognak a dolgok fejlődni és alakulni.
Itt van a lélektársad, szintén ő most valamit el akar engedni, ezt a beteges érzést akarja elengedni, el akarja ezt a hiányérzést engedni, és szeretné tényleg itten, ő a lélektársad, és szeretné ezt neked megmondani, neked ezt a biztonság érzést megadni. Tudatalattiába tudja, hogy valamit ki kell, hogy egyenlítsen, valamit ki kell, hogy igazságosan, hogy fejlődjön. Most például ez a szerencse, akkor lesz csak kiegyenlősítve, hogyha persze ő is neked azt adja, amit te neki adtál, szeretetet, megértés, befogadás, megbocsátás, stb. Nála azt látom, hogy állandóan itt van a szeretet itt van nála, és ez a szerencsétlenség, és ez az ellenséges, hamisságos érzés kell, hogy elengedje önmagában, akkor itt a hűségérzés is az, hogy tényleg, hogy reménykedik benne, hogy ez beindul közöttetek, reménykedik abba, hogy itt van a pénz az mindig azt szimbolizálja, a pénz az azt szimbolizálja, hogy a bőséget, hogy a házasság, a kapcsolat itt bőségesen, pozitívan fog alakulni. Tudja, hogy ezt tett a negatív érzés, a szerencsétlen érzés kell, hogy elengedje ezt a hamisságot, hogy ezt elengedje. Hogy fog közöttetek szintén alakulni? Mi az, ami téged most nagyon foglalkoztat? Hát téged nagyon foglalkoztat tényleg, hogy te levelet kapjál, úgy látom, és arra vágysz, hogy levelet kapjál, hogy találka legyen, arra vágysz, a lelked arra vágy, ez neked a lelkednek ajándék volna, és úgy látod, hogy valaki téged meglopott itt a tolvaj, és azért érzed magad szomorúnak, és olyan nagyon-nagyon rossz érzést elveszi tőled a jó kedvedet, és ezt a rossz érzést kell, hogy elengedjed, mert elveszi tőled a jó kedvedet. Itt vagy, téged úgy látom, hogy még kis hiányérzés van ittám, látod, ez a fedrusz, ez a bosszúság. Hol vagy olyan mérges, hol vagy, van lehet bosszúságos érzésed, vagy mérgeskedsz, és azt mondod, hogy lehet, hogy majd visszakapja, nem szabad úgy gondolkodni, nem szabad olyasmit kimondani, mert tudjátok, hogy amit kimondunk, az visszatér mi hozzánk. Csak szeretettel tudjuk a dolgokat gyógyítani, csak szeretettel, megértéssel, elengedéssel, stb. Elfogadással. Persze, hogy hívjuk a segítőket, szintén hívjuk az angyalokat, hívjuk a mennyei segítőket, akik minket persze itt ezen az úton segítenek. Itt van, látom, el kell, hogy transformáld, el kell, hogy engedd ezt a hamisságot is szintén, és mindig azt kérjed, hogy a legjobbakat minden résztvevőnek, a legjobbak történjenek minden résztvevő számára. Itt van a lélek kártya, ez a lelkész, ez nekem mindig azt szimbolizál, hogy a lelki oldalon kell valamit elengedj. A lelki, szellemi oldalon kell valamit elengedj. A lélek társadnál szintén a szerencsétlenségnek, szerencsétlennek érzi magát most, mert lehet, hogy nem jön ez a látogatás létre. Úgy látom, itt a nagy szerelem, ez neki egy ajándék is. Az officer az azt jelenti mindig a katonatiszt, hogy nyilvánosan az neki egy ajándék, vagy valójában egy ajándék tőle. Persze tudjuk, hogy a szerelem a legmagasabb érzés. Nézzük, mit mondanak a kártyák ebben a nagy kirakásban. Mit kell még, hogy meggyógyítsál magadba, vagy meggyógyuljon te benned? Kérünk persze, vagy hova kell, hogy odafigyelj. 7 kártyát neked, és 7 kártyát ő neki. 7 kártyát neked, 7 kártyát ő neki. És megnézzük, mit mondanak a kártyák. Ezeket a kártyákat csak Spezzano készítette, terapeuta kártyák. Nagyon jók, nagyon sokféle módon vannak tényleg kártyák tőle, ezt én nagyon szeretem, ez tényleg olyan megmondja, hogy micsoda, hol a téma. Most őre koncentrálj. Tudjátok, hogyha most 21-én a napfordulat van, az egy nagyon erős energetikai kapu szintén,
ügyeljetek az álmaitokra, hogy mit álmodtok most ebben az időszakban. Írjátok fel 24-től a Három Királyok napjáig, 12 nap van, hogy mit éreztek, mit láttok, mi történik azon a napon, ezt itt Németországban Raunesténak mondják, és ez mutatja, hogy milyen lesz a következő éved. Magyarul nem is tudom, hogy is hívják ezeket a dolgokat. Szóval 24-én éjjel 24-ről 25-re van az első Raunacht, az azt jelenti az a legelső éjszaka, szent éjszaka, és ez 12 napig megy, és az a januári. Akkor 25-től 26-ig az a februárra vonatkozó, és így tovább, és így szent három királyokkal fejeződik 12 nap, és akkor látod, hogy milyen lesz a decembered, húzhatsz önmagadnak is szintén kártyákat. Nem tudom, hogy ebbe az időszakban, hogy mennyi videót fogok készíteni, mert én egy intenzív követést, vagy intenzív csoportom van, akivel tényleg dolgozok, de csak németül. Ez egy nagyon intenzív időszak, mert napi szintén persze minden hónapra beleérzek az energiára, készítek videót nekik, persze. Ez egy ilyen csoport, amit már évek óta csinálok, ezt nektek is ajánlom, de megcsinálhatod önmagadnak is szintén ezeket a dolgokat, vagy keres az interneten ehhez való szövegeket. Mi az, ami tégedet vele összeköt, ez a testi vonzalom, a szexualitás. Ez itt van közöttetek, ez nagyon erős, úgy látom. Nálad az jött ki, hogy az intuíciódra kell, hogy odafigyelj, és kérd, hogy a föntiek segítsenek, hogy gyorsítsanak, és ne azt mondd, hogy ez nem az én feladatom, ezt ne mondd, és ne harcolj, ez a rebell, az olyan, hogy ne harcolj, ne... Most tényleg magyarul azt mondanám, hogy ne pofáz, de ne, bocsánat, nem úgy gondolod, ne harcolj, ne legyél fölpukkadva, ne legyél olyan védekező, ne legyél olyan, hanem ez neked tényleg ez a kapcsolat, neked ez a mesterség, szóval, hogy a mester energiádba fog téged belehozni, ha ezeket a dolgokat megoldod önmagadban, és ez az a nagy szerencse te neked, tényleg nagyon nagy szerencse az életedbe, ha ezt, ami témáid vannak, feloldod. Tehát ez nagyon jó. Nézd, mi jött neked, ez nagyon jó kártyákat kaptatok valójában. A lélektársadnak a csoda jött be, hát ez is tényleg nagyon jó. És hogy a beteljesülés, a csoda. Itt van még a féltékenység nála, ez kell a féltékenységet, hogy átváltsa megbízásra, ez egy az egybe, és akkor effektíven fel tudja ezt dolgozni, és el tudja engedni. Az Auferstehung effektív el tudja engedni valójában, fel tud rajta emelkedni, és ez a projekció most az mondja, magyarul remélem jól fordítom, ha nem jó, szívesen javítsatok, köszönöm szépen, hogy tanuljak. Projekció az, amikor ahogy ő valamit lát, ahogy ő szeretne, azt átviszi. És ezt kell, hogy megoldja. Nézzünk még, kérünk neki egy szívecskét. Neked is, ő neki. Neked is van még egy titkod. Neked is van még egy titkod, és minden kijön majd, hogyha eljött az ideje. Te is titkozódol valamivel. És ő pedig azt mondja, hogy hát nem lehet mindent erőszakkal, ahogy akarod, ennek idő kell, hogy ez így létrejöjjön, és titeket az kell, hogy összekössön, hogy arra koncentráljatok, hogy jó, ne legyetek mérgesek egymás, hogy ez a barátság is ott legyen közöttetek, a barátság is ott legyen,
persze itt a vonzalom is, de ezt legelső téren az a legelső, az a fontos, hogy barátság is legyen, hogy ne legyetek mérgesek egymásra, hogy szeressétek egymást. Remélem ez tetszett neked, rezonáltál vele, ha tetszett, rezonáltál vele, akkor hagyjatok egy lájkot itt szívesen, iratkozzatok fel a csatornámra, valamint osszátok meg a videómat. Nagyon köszönöm, sok szeretettel búcsúzok tőletek, sziasztok, Valéria!